Lukás István, Istenke, vedd térdedre édesanyámat. Istenke, vedd térdedre édesanyámat. Ringasd szelíden, mert nagyon elfáradt. Ki adtál életet, adj neki most álmot. És mivel ígértél, szavadat kell állnod, mert ő mindig hitt, és sose kételkedett. Szájára suttogva vette a nevedet. Én nem tudom felfogni, hogy többé nincsen. S szemem gyönge, hogy a semmibe tekintsen, hová a fény is csak úgy jut, hogy megtörve. Helyettem, nézzél be a mély sírgödörbe. Próbálkozz, lehelj oxigén, tüdőd a lomb! Nem is válaszolsz. Kukat szikével boncolod, amit összeraktál egyszer végtelen türelemmel. Csak csont. Csak por. Ami volt valamikor ember. Mivel nem csak minden vagy, vagy a hiány. Magadat operálod a föld alatti ambulancián. Mi mit nyelel a végén? Fásultan szitálod a semmiből, a semmibe a létező világot. Anyát és gyermeket, az élőt s a holtat. S mert te teremtetted, nem is káromolhat, csak sírhat, vagy könyöröghet, hogy adj neki békét. Nem tudjuk, hogy kezdődött. De tudjuk a végét. Én sem káromollak. Hallgasd meg imámat. Istenke, vedd térdedre édesanyámat. Köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Az iménti verset Kneifel Nóra előadásában hallhattuk meg. Csukás István, Istenke, vedd térdedre édesanyámat című versét mondta a fehérvári versünep elődöntőjén. A mai fehérvári beszélgetések két döntőssel telnek, vagy telik el. Az egyik vendégem Kneifel Nóra, köszöntelek a stúdióban. Szia, köszöntöm a nézőket is. Mondtam is ugye a versnek a címét, és hallhatták is a nézők. Először is arról kérdeznélek magáról a versről, hogy miért pont ezt a verset vitted el magaddal az elődöntőre? Hát számomra ez, ugye tavaly előtt is indultam a versünnepen, és akkor egy József Attila verssel indultam, a Késői Siratóval, és valamiért azóta, azt a verset nem tudja egyébként semmi sem überelni nálam, de valamiért azóta mindig olyan verset keresek, akárhova indulok verssel, ami a halál témáját dolgozza fel. Nem tudom, valamiért ezek állnak hozzám a legközelebb. A halál, az elvesztés, tehát az ilyen mélyebb témák, és nem tudom, talán József Attilának a hatására kerestem meg ezt a verset. Eredetileg Kosztolányi verssel szerettem volna indulni, a Halotti beszéddel, az is volt a pótversem. De aztán rátaláltam erre egy teljesen véletlenül, és hát beleszerettem teljesen, nagyon megfog. Ezt a verset már úgy találtad, hogy tudtad, hogy készülni fogsz egy megmérettetésre, egy versenyre, vagy ezt az életed valamelyik szakaszában találtad? Nem, hát ez úgy volt, hogy én a jelentkezési határidő előtt még úgy voltam vele egy pár nappal, hogy én nem fogok ide jelentkezni. Nagyon vaciláltam, és az utolsó pillanatban határoztam el, hogy jó, akkor beadom a jelentkezést, és elmegyek idén. És így tényleg így nagyon gyorsan kellett valami verset keresni, és így keresgéltem, hogy halotti versek, vagy anyás versek, vagy valami ilyesmi, és így találtam rá erre a versre, szóval konkrétan a versünnepre kerestem. Hogyan készültél fel egyébként így magára a versenyre, vagy az elődöntőre? Volt-e, aki segített neked abban, hogy hol kell hangsúlyozni, hol kell jobban valamit kiemelni? Hát erre talán az a legjobb válasz, hogy gyorsan készültem. A magyar tanárom segített 2-3 alkalommal, meghallgatott, meg elmondta, hogy ő hogyan mondaná el ezt a verset, és így együtt
összegyúrtuk, hogy hogyan lehetne ezt a legjobban hangsúlyozni. Milyen üzenetet hordoz magában ez a vers, szerinted így neked, a közönségnek? Hát szerintem az én korosztályom számára ez talán azt az üzenetet adja át, hogy akármennyire is érezzük ebben a korban azt, hogy az anyára nincs szükség, nekünk szabadság van, nekünk tényleg mennünk kell egyedül, azért úgy felnőtt korban az kicsit így máshogy fog majd érződni, amikor már nem lesz az anya mellettünk, és szerintem a mi korosztályunknak ezt jelentheti, a felnőtteknek meg egyértelmű, hogy ez mennyire egy fájdalom, ez a vers, amit kifejez. Ugye mondhatod, hogy Kosztolányi Dezső lett volna a másik, ugye a halotti beszéd, az egy jóval hosszabb vers, mint ez. Mit gondolsz egyébként, hogy mennyire fontos az, hogy egy vers mondjuk ne legyen túl hosszú, vagy ne legyen túl rövid, tehát hogy annak pont olyan élhető, jó hosszúsága legyen? Hát szerintem nagyon fontos, mert egy idő után a nézők meg a hallgatók így elvesztik szerintem az érdeklődésüket egy hosszú versben, szóval egy ideig tényleg nagyon leköti az embert az, hogy hogy mondja a versmondó, hogy miről szól ez az egész vers, de egy idő után, amikor már túlságosan is túl van cifrázva és nagyon-nagyon hosszú, szerintem az egy idő után így elkalandozik a nézőnek meg a hallgatónak a gondolata, és az már a magának a versmondónak is kellemetlen, hogy azt látja, hogy nem figyelnek oda. Viszont a túl rövid versnél meg az, hogy így várná a hallgató meg a néző, hogy még kell, hogy legyen valami, és túl hamar lezáródik. Szóval azért fontos, hogy úgy pont be legyen lőve a hosszúsága szerintem egy versnek. De hogyan tanulod egyébként a verset? Hogy sokszor elolvasod, és aztán így megmarad benned? Nyilván valahogyan így gondolom egyébként. Igen, valami ilyesmi igazából úgy szoktam elkezdeni, hogy elolvasom egyszer magamban, de csak így részleteit, hogy tetszik-e vagy nem tetszik. És hogyha annyira megfog, akkor úgy kezdem el tanulni, hogy felolvasom a tükör előtt, akkor már eleve megmarad bennem az, hogy igen, ezt így, azt úgy, és akkor így egyre többször mondom magamban, megmondom hangosan, és így megmarad. Szóval az a magolás, amit tényleg így általános iskolában csináltunk, az azért egészen más volt. Akkor nem az volt, hogy megértettük a verset, hanem tényleg így bemagoltuk a verset, de most már így értelem szintjén szerintem sokkal egyszerűbb megtanulni. Mondtad ugye, hogy ennek azért mély témája van, és annak is, amit Kosztolányi Dezső. Van-e valami más vers egyébként, ami mondjuk nem ilyen témában, de hogy amit így szeretsz, vagy ami úgy megfog téged? Igen, amit 2 éve mondtam a döntőben, egy Karinti vers, az előszó. Szerintem az is egy nagyon érdekes vers, mert nagyon mélyre kell lenézni ahhoz, hogy megértse az ember, meg tényleg oda kell rá figyelni, meg mindenkinek mást jelent. És ez nem ezt a témát dolgozza fel, de érdekes, az is megfog. Ugye mondtad, hogy most már tavaly előtt is jelentkeztél, ugye tavaly kimarad, de hogy most megint. Tehát valamennyire azért te így kötődsz a versekhez, meg nagyon. Így ahhoz, hogy beszélni kell. Mit tudhatunk meg rólad egyébként? Hol jársz iskolába, és milyen terveid vannak a jövőre nézve? Hát én most jelenleg a Telekibe járok, vagy hát már 6 éve a Telekibe járok, és most végzős vagyok ott jelenleg. És mindenképpen humán irányba szeretnék tovább menni, tehát nekem a reál irányok, a matematika, a fizika, a kémia, az összetettem a 2 kezem, mikor vége lett a kémia óráimnak 10-ben, mert ezt nagyon nem, de a humán irányba nagyon vonz minden, tehát a nyelvek, a magyar, a versek, a nyelvtan, tényleg minden, és a Corvinuson néztem ki a kommunikáció és média ismeret szakot, vagy médiatudományok szakot, és ezt nem csak a Corvinuson, hanem az ELTE-n is megjelölöm, és hogyha ez nem jön össze, akkor ilyen közösségi szervező irányba fogok majd elmenni, ha sikerül. Akkor lehet, hogy majd valamikor munkatársak leszünk egyébként. Lehetséges. De, és most egyébként így felvetődött bennem, hogy azok, akik így a verseket szeretik, azok valamikor így mondjuk szeretnének színésznők lenni, vagy színészek lenni. Te benned ez így nem fogalmazódott meg, hogy valami... De nagyon megfogalmazódott. Igazából még amikor volt ennek az egész egyetemi jelentkezésnek a határideje, én az utolsó pillanatban gondolkodtam azon, hogy jó, akkor mégis megjelölöm a színművészetit, de végül is kihagytam, mert nem tudtam volna felkészülni ennyi idő alatt, és az a terv, hogyha fél évet eltöltöttem a kommunikáció és médiatudományok szakon, és még mindig úgy érzem, hogy szeretnék színésznő lenni, akkor majd akkor megjelölöm és felkészülök rendesen segítséggel a felvételére, mert azért ott nagyon, nagyon komoly felvételi van. Igen, meg azért ez tényleg egy nagyon komoly és nagyon, hát nem könnyű szakma szerintem hát egyébként, nagyon, viszont nagyon-nagyon sok szépséget rejt magába. Igen. Még így visszakanyarodva a versekhez, a következő megmérettetés az ugye április 6-án lesz, az már ugye maga a döntő. Milyen verssel készülsz? Hát
ott nem a halotti témát fogom körbejárni, ott egészen más témával fogok készülni. Egy Jóni Géza verset fogok elmondani, az a cím, hogy Csak egy éjszakára. Ez egy ilyen háborús vers, de nagyon megrázó is, és szerintem Jóni Géza szenzációsan megfogalmazott benne mindent, ami leírja a háborúnak a borzalmait, meg azt az egész akkori kort, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz elmondani azt. Ezt a Jóni Géza verset egyébként hogyan találtad? Tehát, hogy hogyan talál rá az ember ilyen költeményekre? Hát igen, ez a verset találás, ez elég érdekes kérdés. Ezt például nem magamtól találtam meg, hanem a tavaly előtti versünnep után kaptam egy felkérést, hogy szavaljak egy ilyen eseményen, és őt konkrétan meg volt határozva, hogy ezt a verset kell elmondani. És akkor egyszer életemben mondtam ezt a verset, de úgy érzem, hogy van még mit rajta csiszolni, és nagyon szeretném még egyszer elmondani más körülmények között egy kis segítséggel. Ugye nem sokára már itt lesz a döntő, most már egy hónap, és itt is van. Ez azt jelenti, hogy most egy hónapig azért minden nap így előveszed, ha más nem így a fejedben ezt a verset, és így mondod, és gyakorlod, és készül, és alakul? Hát azért nem. Most őszintén bevallom, még annyira nem kezdtem el ezzel komolyabban foglalkozni. Azt már nagyon várom, hogy a mentorprogram elkezdődjön, arra már nagyon várok, mert szerintem az nagyon előre fog jelentíteni ezt az egész folyamatot, ami a készülést illeti, de nyilván magamtól is olvasgatom, meg gondolkozom rajta, hogy vajon ezzel az adott mentorom mit fog majd kezdeni ezzel a gondolattal, meg hogy én mit kezdenék vele, úgyhogy érdekes, már várom. Ez mikor kezdődik ez a mentorprogram, és azt tudjuk-e már, hogy ki lesz a mentorod? Hát erre én is kíváncsi vagyok, már nagyon jó lenne tudni, de még egyelőre nincs róla információm, hogy egyáltalán mikor lesz a sorsolás, meg hogy ki lesz. Gondoltad-e, hogy azért így a döntőbe bekerülsz, mert azért közel 30-an jelentkeztek, és 12-en jutottatok be csak a döntőbe? Hát mikor megláttam, hogy 30-an jelentkeznek, akkor kicsit visszahőköltem, mert eredetileg úgy álltam hozzá, hogy fogalmam sincs, hogy kik lesznek. Én arra számítottam, hogy a megszokott emberek lesznek, de egészen átalakult a társaság, ami egyébként szerintem nagyon jó, tehát én ennek nagyon örülök. És amikor megláttam, hogy ennyien vagyunk, akkor azért úgy kicsit úgy, hát lehet, hogy mégsem jön ez össze, de mivel szerintem nagyon erős volt a versválasztásom, azért úgy gondoltam, hogy szerintem azért ez a zsűrinek a nagy részét meg fogja hatni, hogy ezt a Csukás István verset mondom. De hát nem számítottam rá nyilván, hogy így ilyen visszajelzéssel fogok bekerülni. De nagyon örülök neki, mert ez hatalmas élmény. Az, hogy a zsűri, akikből áll, az mit jelentett neked egyébként? Hát szerintem nagyon nagy szó, hogy ilyen minőségi zsűri van, tehát hogy tényleg nagy hozzáértő emberek ülnek a zsűriben, és nagyon számít az összes zsűrinek a véleménye, tehát tényleg egytől egyig fontos, hogy mit mondanak, mert hozzáértenek. És nem sokára április 6-án akkor újabb megmérettetésen ott állhatsz a zsűri előtt. Nagyon sok sikert kívánunk neked szépen. Ehhez az egészhez. Köszönöm. Kányádi Sándor. Fekete-piros. Leíró költemény, melyet szereztem a kolozsvári malomárok és telefonpalota közti járdaszegletről, az 1960-as, 70-es esztendőkben csütörtök és vasárnap délutánonként. Fekete-piros csütörtök és vasárnap délután. Amikor kimenős a lány, fekete-piros, fekete táncot jár a járdaszeglete. Akár a kéz, ha ökölbe kékül. Zene szó, ének szó nélkül. Egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. Kolozsvári telefonház, száz az ablak, egyen sincs rács. Ki bejár a világ rajta, de azt senki se láthatja. Egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. A magnós úrrog így, amikor hangtalan máshol. Sír a csizma. Sír a szédítő tánctól. Tatár öröm, magyar bánat, megszöktették a rózsámat, ha megnyerte, hadd vigye. Fekete-piros, fekete táncot jár a járdaszeglete. Mint a tutajon, billegőn járnák, süllyedő háztetőn. Alámerülő szigeten, úszó koporsó födelen. Fejük fölött neonág. Csupa világ a világ, ecet ég a lámpában, ecet ég a lámpában. Anyám, anyám, édesanyám, gondot miért nem viselsz rám?
Föl-föl lóban egy-egy dallam, amit talán csak én, a botfülű hallhatok, akiben kézzel, lábbal mutogatnak a dallamok. Föl-föl lóban egy-egy dallam, s mint gyertya a húzatban kialszik. Szamos partján mandulafa virágzik. Fekete-piros-fekete táncot jár a járda szeglete. Körbe-körbe, majd pörögbe, majd verődve le a földre, föl az égre, szembenézve sose félre. Egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. Honnan járják? Honnan hozzák? Honnan nem mozdul a ország? Szétlőtt várak piacáról? Csűrföldjéről? Még a sátor vagy a jurta tüzemellő röptette föl a csípők, a csuklók térdek katapultja? Vagy régebbről? 20 000-ből? Még a nyelvelőtti ködből teremti újja az ösztön, mint a szemek mandula meccését az anyamély szent laboratóriuma. Honnan járják? Honnan hozzák? Honnan nem mozdul a ország? S milyen titkos adóvevők fogják folyton sugározván az egyazon vér s velő hullám hosszán? Akár a kéz, ha ökölbe kékül. Zeneszó, énekszó nélkül. Egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. A magnós úrrog így, amit ha visszajátszol, koporsó és megváltójászol. Ezt a verset pedig Farkas Eszter mondta el a fehérvári versőnnepnek az elődöntőjében. Kányádi Sándor Fekete-piros című versét mondta el a zsűri előtt. Köszöntelek itt a stúdióban, Eszter. Jó napot kívánok! Először is a versről kérdeznélek, hogy hogyan esett a választásod Kányádi Sándornak a Fekete-piros című versére, hogyan találtad meg a sok-sok ezer millió vers közül? Hát ezt a verset nem magamnak találtam, hanem volt segítségem. Ferenci Noémi tanárnő segített rátalálni erre a versre, ami azóta is nagyon-nagyon közel áll hozzám, mivel 11 éve néptáncolok, és nagyon át tudtam érezni az egész versnek a hangulatát, és így a tanulás is könnyen megvolt, a szöveg is, meg az egész érzés, úgyhogy... Azért tegyük hozzá, hogy ez egy nagyon hosszú vers, tehát hogy vannak a rövid versek, aztán a középhosszú versek, ez egy nagyon hosszú vers. Mennyire volt nehéz megtanulni ezt a verset, vagy memorizálni? Hát, mint ahogy az előbb említettem, nem volt olyan nehéz, mert alapból bennem volt az érzés, és ez sokat segített. Miután elbeszéltétek a tanárnővel, meg így magaddal is gondolom én, hogy mi mindent rejt magába ez a vers, hogyan kell elképzelnünk egyébként, hogy hogyan teltek a napjait, hogy egy nap többször ezt így elmondtad, akár tükör előtt, akár csak úgy magadban? Hát igen, először még voltak gondjaim a bátorsággal, de mivel napról napra gyakoroltam, és a tanárnő is nagyon sokat segített ebben, hogy kicsit így levetkőzzem ezt a gátlásomat, így a végére ki tudott teljesedni, igazából ott a versünnepem. Mit üzen ez a vers neked, a közönségnek? Mi az, ami megfoghatta a zsűrit is, illetve akár a közönséget? Hát én remélem, hogy a hitelesség az, ami a zsűrit megfogta. Igazából ez a vers arról szól, hogy Kányádi a táncoló nőket látta, és hogy azért már halad a kor, de ők még mindig táncolnak és őrzik ezt a hagyományt. Ugye mondtad, hogy nehéz volt egy kicsikét így a szereplés. Akkor te először indultál el ezen a megmérettetésen? Mondjuk 9. osztályt, hogy gondolom, hogy ezen igen, de hogy másfajta verses megmérettetésen esetleg indultál-e már? Igen, én minden évben indultam a Vörös Marti versmondó versenyen, ahol egyszer első helyezést értem el, amikor 5. voltam, arra az eredményemre vagyok eddig így a legbüszkébb, vagy most már a második legbüszkém. Hát, szóval így... Milyen másik vers volt még? Ugye két versel kellett, tehát kellett tartalékversel is készülni. Mi volt a tartalékversed, és azt miért választottad? Tehát, hogy most itt inkább az érdekelne engem, hogy milyen versek még, amik így az érdeklődésed középpontjában állnak? Hát a másik versem Vörös Marti Mihály
Hűség című verse volt. Azt én kerestem magamnak, és nem szeretem az ilyen komoly verseket, jobban szeretem azokat, amiben így kicsit játszani kell, nem mindenképpen a komoly mondani való, habár ha valaminek van egy komolyabb mondani valója, persze nem zavar, vagy természetesen nem direkt olyat keresek, amiben semmi komolyság nincsen, de nagyrészt ilyen kevésbé komoly verseket igyekszem. Te ugye most 9. osztályos vagy, melyik iskolában tanulsz, és mi az, amit szeretnél, vagy tudod-e már, hogy mi leszel, hogyha nagy leszel? Én jelenleg a Ciszterci Szent István gimnázium tanulója vagyok, és még fogalmam sincs, mit szeretnék csinálni. Az emberben megfogalmazódik, amikor így hall valakit nagyon szépen verset mondani, aki tényleg tudja, hogy hova helyezze a hangsúlyt, nagyon szép a hangja, a hangszíne, hogy esetleg valami előadó művészetben gondolja el így a jövőjét. Neked ez így megfogalmazódott már esetleg? Hát még amikor kisebb voltam, gondolkodtam rajta, meg a tánc kapcsán is próbálkoztam kisebb-nagyobb sikerekkel. Hát elsősorban én a tánc iránt érzek olyan elhivatottságot, amivel szívesen foglalkoznék, de nem tudom, hogy ebből még lesz-e így komolyabban valami. Ugye ez az első fehérvári versőnneped, mert most vagy 9-es, és innentől lehetett jelentkezni. Hát gondoltad volna-e, hogy bejutsz egyből a döntőbe? Nem, én úgy indultam el, hogy beleadok mindent, és nagyon nagy ajándék lenne, ha bekerülnék, de nem akarom így magamat rögtön így ilyen ábrándokba kergetni. Szóval egy nagyon nagy meglepetés és egy nagyon nagy öröm volt, hogy bejutottam, és még azóta se fogtam fel teljesen. Mit gondolsz a zsűriről, a zsűri tagjairól, a zsűri elnökéről? Mit jelentett számodra, hogy ő előttük szerepelhetsz? Hát igazából megtisztelő, hogy mondtatok nekik verset, és hogy nagyon sokat segít az, hogy ott értékelik, és hogy mit gondoltak, és ott a... Hát az építő jellegű kritika is jól esik, szerintem mindenkinek. Miért lehet fontos szerinted az, hogy valaki ugyan megírt verseket, tehát nem a sajátját, de hogy másnak a verseit előadja a többieknek? Hát ezekkel a versekkel is üzenetet tudunk közölni mások felé, vagy kicsit magunkról elmondani valamit, és szerintem ezek nagyon sokat segít a versmondás. Nem sokára elérkezik a döntő, április 6-án lesz a döntő. Mi az, amivel készülsz, milyen verset választottál így a döntőre? Én egy magyar népballadát fogok mondani, Kőműves Kelemen. Úgyhogy... Az is egy jó hosszú mű. Te szereted akkor ezeket a kicsit nagyobb lélegzetvételű műveket? Igen, igazából szeretek verset tanulni. Hogyan készülsz most erre a következő versre? Ezt már így esetleg meg is tanultad, vagy még a folyamat közben vagy, és mennyit gyakorolsz? A szöveg már teljesen megvan. Most még nem szeretnék így nagyon belemenni a hangsúlyba, meg az ilyenekbe, hogy majd a mentorral közösen meg tudjuk oldani, hogy ez hogy is nézzen ki. Úgyhogy már a mentor sorsolás és a mentorral való együtt dolgozás miatt is nagyon izgatott vagyok. Igen, az már nem sokára akkor, ha jól hallottam, akkor az majd meg fog valósulni a találkozás. Addig is akkor azért mondtad, hogy már úgy nagyjából ismerkedsz a művel. De még egyáltalán nem is próbáltad úgy, hogy akkor hova helyezed a hangsúlyt, vagy szerinted mi az, ami lényeges a műben, hogy mit hogyan kell hangsúlyozni? Tehát mindent így a mentorral együtt szeretnél akkor? Nem szeretném azt, hogy valamit így saját önfejűségem miatt rosszul így beidegződjön, és utána az nehéz lenne korrigálni. Úgyhogy először a szöveg, és akkor utána többit a mentorral közösen. Anyukád ugye magyart tanít a Ciszterci gimnáziumban. Őt mennyire kéred így segítségül, amikor így verset mondasz, tanulsz, mennyire vesz részt?
Hát mindig meghallgatja és mindig elmondja a véleményét, ami nekem nagyon sokat segít, és igénylem is a véleményét. Szerintem nagyon szerencsés helyzet, hogy otthon valaki ilyen mértékben tud segíteni. Hát az eddigi vers választásaimban mindig ő segített. Most ez egy kivételes eset volt. És akkor el is fogadod a tanácsait, tehát hogyha te mondjuk máshova gondolnád azt a hangsúlyt, és mondja, hogy ne, hát ne haragudj, Eszter, ez így nem, akkor te azt úgy azért elfogadod tőle. Persze. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a stúdiónkban, hogy megismerhetünk egy kicsit jobban téged, a versedet, és azt a verset, amit választottál, és tényleg sok sikert kívánunk neked a döntőben, meg úgy egyébként az életed alakulásában is. Köszönöm szépen. A fehérvári beszélgetésekben Kneifer Nórát és Farkas Esztert ismerhették meg, a fehérvári versünnepnek a két döntősét. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!